Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, Gábor vagyok az Autós Navitól, és a mai alkalommal a Zoe-ban található csodás Airlink 1 Evolution rendszernek a frissítését szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan és miként kell csinálni. Tudom, hogy a YouTube-on számos videó felelhető, sőt a Renault oldalán is megtalálható sok információs anyag, de ez mind nagyon-nagyon szerteágazó és sok helyről összeszedhető információ. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy egyben megpróbálom összesülíteni a folyamatokat, úgyhogy erről lesz mai alkalommal szó. Tartsatok velem ez alkalommal is. Az első generációs Airlink 1 Evolution rendszer esetében a készülék alapszoftver frissítését, tehát a firmware frissítését, azt egy pendrive segítségével tudjuk elvégezni. Ehhez, mint mondtam, számos információt találhatunk az interneten. Itt a videó alatt meg fogjátok találni azokat a linkeket, elérhetőségeket, ahonnan is le lehet ellenőrizni, hogy szükség van-e frissítésre, vagy egyáltalán van-e frissítés a multimédiás egységhez, vagy nincs. És hát úgy nyilván most ugye ez egy firmware frissítés lesz, de frissíthetjük még a navigációs platformot is. Erről majd később ejtünk néhány szót, hogy mit érdemes és hogy érdemes megcsinálni, hiszen láthatóan fórumokban számos kérdés merül fel ezzel kapcsolatban is. De nézzük először is azt, hogy miként kell megcsinálnunk a szoftver frissítésünket. Ebből is először ellenőrizzük le, hogy van-e frissebb verzió, illetve hogy milyen verziószámmal rendelkezik a készülék. Ezt a menübe belépéssel a rendszereknél egyen oldalra megyünk az állapot információk menüpontban, a verzió információknál találjuk. Itt látható az alkalmazásnak a verzió száma, ez a 11.346 pont, és nagyon-nagyon sok szám. Valójában ezt fogja frissíteni nekünk a rendszer, és hát gyakorlatilag a teljes Airlink Evolution firmware-ét le fogja update-elni majd a pendrive-on lévő tartalom. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk nézni, hogy van-e frissebb verziónk az adott Airlink rendszerhez, ahhoz be kell lépnünk a Renault oldalára, egy speciális oldalra, ahol is be tudjuk láthatóan írni az alvás számát az autónak, ami alapján rögtön ki fogja adni a rendszer, hogy található-e hozzá frissített verzió, vagy sem. Látható, itt van egy 11.347-es számú firmware verzió, ugye az autóban 11.346 volt, tehát ez egy egyel nagyobb verzió szám, amit, hogyha rákattintunk a frissítés gombra, letölt a számítógépünk. Nyilván, aki Windows használ, annál másabb módon működik mindez. Minden esetre, ha letöltöttük a tömörített fájlt, akkor ezt ki kell csomagoljuk a gépre. Én itt megmondom őszintén, a WinZip-pel dolgozok, de természetesen használtunk más kicsomagoló programot is. Ha ez megtörtént, akkor a kapott fájlt, ami egy TomTom, és akkor sok-sok nulla egymás mellett fájl néven van, ezt a pendrive-unknak a gyökérkönyvtárába kell felírjuk. És ha kimásoltuk pendrive-ra a fájlt, akkor gyakorlatilag egy dolgunk van, be kell dugnunk az autóban lévő USB csatlakozási pontra. De mielőtt ezt megtesszük, érdemes a frissítés megkezdése előtt mindenképpen elindítani az autót, hogy gyújtáson legyen, tehát menetkész állapotban, mert ha nem tesszük, akkor normál módon az autó egy bizonyos idő után az energiatakarékossági mód bekapcsolása miatt le fogja kapcsolni a rendszert egy pár perc után, ami a folyamat megszakadásához vezet, és ez pedig a készülékünk elromlásához vezethet. Tehát mindenki csak saját felelősségére, és ha biztos magában, akkor vágjon bele az egész frissítési folyamatban. Nyilván a letöltéshez, meg egyebekhez nem kell nagy képzettség. A leírtak alapján, vagy a látottak alapján ezt el lehet végezni. És ha bedugjuk magát a pendrive-ot a készülék USB csatlakozójába, akkor rövid idő után megjelenik a szoftver frissítés felirat, hogy elérhető. Itt választhatjuk azt, hogy ha biztosak vagyunk magunkban, és az autó járó motorral van,
idézőjelben járó motora van, tehát gyújtáson van, akkor belevághatunk, hogyha biztosak vagyunk magunkba, de ha már ezt írja ki, akkor értelemszerűen a letöltött és kiírt fájl jó eséllyel jó lesz, tehát kárt úgymond, ha végig tudjuk vinni a folyamatot, akkor nem fogunk tudni tenni benne. Úgyhogy megnyomjuk az igen gombot, és el fog indulni a frissítés, amit egy rendszer folyamatjelzőn fogunk látni magán az Airlinknek a kijelzőjén. Ez a folyamat egyébként több percet, akár 20 percet is igénybe vehet, vagy lehet, hogy egy kicsikét több időt, de türelmesnek kell lennünk. A frissítési folyamat, mint látható, több percet igénybe vehet. A folyamat leírását itt a videó alatti linken megtaláljátok. Magyar nyelven van, tehát egyszerűen értelmezhető. Benne van az is, hogy hogy kell és milyen formátumra a pendrive-ot formáznunk, hiszen formáznunk kell. Az ilyen frissítések esetében mindig érdemes egy üres, frissen formázott pendrive-ot használnunk, aminek a kapacitása nyilván a frissítés méretétől függően 4, 8, 16 GB-nak kell, hogy legyen. Nagyobbat nem nagyon érdemes belerakni, mert a nagyon nagy méretű pendrive-ok, tehát mondjuk ilyen 64-128 GB-os pendrive-ot, azokat nem feltétlenül tudják ezek a készülékek érzékelni, illetve felismerni. Ebből kifolyólag lehetséges, hogy nem fog elindulni rajta a frissítés, úgyhogy érdemes ilyen régebbi típusú USB adathordozókat, tehát mondom 4-8 GB-osokat használni, ezekkel zokszó nélkül olajozottan működnie kell a folyamatnak, de mondom, itt a videó alatt a leírásban minden erre vonatkozó információt meg fogtok találni. Hamarosan remélhetően vége van a frissítésnek, és akkor látni fogjuk a lezáródási folyamatot is. Röpke 15 perc, és elvégezte a rendszer a frissítést. Addig, amíg egyébként ez a frissítés sikeres felirat nem jelenik meg a kijelzőn, addig nem érdemes kivenni a pendrive-ot a USB ajzatból, mert előfordulhat, hogy menet közben valahol, akár az újraindításnál, akár a frissítési folyamatnál megakad a rendszer frissítés, és ilyenkor, amíg a pendrive bent van az USB olvasóba, addig jó eséllyel egy rendszer újraindítása, vagy egy gyújtás fellel újraindítható még a folyamat, és innentől kezdve gyakorlatilag ez a saját biztonságunkat is szolgálja. Ha megjelenik ez a sikeres frissítés, leokézzük, kiléphetünk és kihúzhatjuk a pendrive-ot a helyéről. Ha ez megtörtént, akkor gyakorlatilag annyit kell tennünk, hogy leellenőrizzük a szoftver verziót, ugye a menüben a rendszer, állapot és információk és verzióinformációk, és látható a 11.347-es szoftver verzió, tehát sikeres volt a frissítés, feltelepítette az új szoftvert a gép. Egyébként egy ilyen szoftver frissítésre én úgy gondolom, és a tapasztalataim azt mutatják a különböző multimédia frissítéseivel, hogy akkor van szükség, amikor esetlegesen a készülékkel valami hiba vagy anomália lép fel, hát valamit nem tudunk beállítani, vagy valami éppen nem jelenik meg, vagy éppen valamit nem tölt be, ami fontos lenne, akkor előfordulhat, hogyha van, és ugye le tudjuk ellenőrizni a alvásszám alapján a Renault oldalán, aminek mondom, itt lent a leírásban megtaláljátok a linkjeit, akkor meg tudjuk tenni azt, hogy letöltjük a frissítést az elmondottak alapján, meg a látottak alapján, és akkor frissítsük le, de egyébként nem feltétlenül van szükség rá, én legalábbis így gondolom. Ennyit a firmware frissítésről, és térjünk rá egy pár gondolat erejéig a navigációs platform frissítésére, hiszen ez is számtalanszor felmerül
a különböző fórumokban, illetve kérdésként, ha vesznek egy új autót, ugye ezt egy korábbi videóban az Zoe tapasztalatai néhány hónap utánban már elmondtam, hogy szerintem érdemes az autó megvásárlása után, ha tegyük föl külföldről behozott az autó, akkor különösképpen vennünk egy aktuális frissítést, hogyha ezt nem adták volna hozzá. És itt viszont nem mindegy, hogy milyen térképet és honnan vásárolunk, hiszen érdemes teljes Európa TomTom gyári térképet vásárolni, amit ugye az Erling Store-on keresztül, vagy Renault kereskedésen keresztül be tudunk szerezni, illetve vannak alternatív oldalak, nyilván ilyen navigáció frissítéssel foglalkozó cégek, akik árusítanak gyári, és itt hangsúlyozom gyári TomTom kártyát, ami mindenképpen fontos, tehát ne ilyen hackelt, ilyen valahonnan megírt másodlagos kártyákat vásároljunk, hanem ha lehet, akkor mindenképpen gyárit. Megmutatom az enyémet, hogyha kivesszük, illetve eltávolítjuk, érdemes egyébként eltávolítani előtte, tehát nem csak kirángatni a kártyát a foglalatból, hanem kiadatni. Most már biztonságosan, mint egy számítógépnél, hiszen ezek is ilyen kis törpe számítógépek. Úgyhogy ugyanúgy működik, mint mondjuk egy Windowsos vagy egy Mac rendszernél. Érdemes kiadatni a kártyát, és egy ilyen csodás TomTom kártyát vásárolni, ami, mondom, euró árfolyamtól függően hozzávetőlegesen ilyen 20-25 ezer forint közötti árkategóriába elérhető. És természetesen megvehetjük online is a térképet, bár én ezt nem feltétlenül szoktam ajánlani, hiszen macerás, hiszen hogyha külföldről behozott autóról beszélünk, mint ahogy ez az autó is volt, és kapunk egy 8 GB-os adott országra vonatkozó térképállományt hozzá, akkor annak a kártya mérete nem teszi lehetővé egy teljes Európa térképnek a telepítését, tehát óhatatlanul vennünk kell egy 16 GB-os üres kártyát, aminél a segédprogram segítségével, tehát az Erlinges segédprogram segítségével a gyári kártyának az adatait migrálnunk kell az új kártyára, majd utána arra tudunk letölteni térképeket, amiket mondom, ilyen 80-90 euró környékén árulnak online store-ba, és hogyha kiszámoljuk, akkor erősen 30 ezer forint fölé jövünk. Tehát egy fizikai kártyát durván 10 ezer forinttal olcsóbb megvásárolni jelen pillanatban, hogyha ugye hivatalos forrásból vásároljuk a térképet, amit érdemes megtenni, és ha megvettük a térképet, akkor értelemszerűen be kell raknunk a SD kártya foglalatba, a készülék felismeri, és magához kódolja, és ebből jön az a helyzet, hogy ha már megvettünk egy kártyát, és beraktuk az autónkba, akkor azt nem tudjuk egy másik autóba használni tovább, hiszen ehhez az adott készülékhez, ehhez az adott autóhoz van már kódolva a kártya, és más autóba használhatatlanná válik. Hogyha hosszú távra veszük, akkor mindenképpen érdemes a teljes Európa térképet választani. De én azt gondolom, hogy jelen pillanatban azért elég napra kész, tehát egy ilyen térkép megvásárlásával 1-2-3 évig simán tudjuk használni. Arról nem beszélve természetesen, hogy egy ilyen hivatalos kártyával kapunk még 3 év ingyenes TomTom Live előfizetést is, amivel forgalmi információkat napra készen, percre, pontosan, szinte, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hogy teljesen jól működik. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen, ha már nem az Android autót használjuk, ugye, amire ez a készülék képes, hanem mondjuk a gyári beépített navigációt, akkor mindenképpen egy nagyon-nagyon nagy segítséget nyújthat ez a mindennapokban. Ennyi tehát az Erling Edge Evolution rendszernek a firmware frissítéséről, illetve a térkép frissítési lehetőségeiről. Hogyha tetszettek az elhangzottak, akkor kérlek benneteket nyomjatok egy lájkot itt a videó alatt. Hogyha szeretnétek hasonló információs videókat, Zoe projekteket, termékteszteket, termékbemutatókat látni, akkor annak a legegyszerűbb módja még mindig, ha lent feliratkoztok YouTube csatornánkra, én mindenkinek megköszönöm, aki ezt megteszi. Hamarosan egyébként egy új termékcsoport jelenik meg a kínálatunkba, a webáruházunkban. Menetrögzítő kamerák lesznek. Erről fog készülni a következő videó majd, úgyhogy ezért is érdemes feliratkozni, akár Zoe-ba is használható termékcsoportról beszélünk. Úgyhogy tartsatok velem legközelebb is, ne felejtjétek, megtaláltok még minket az Instagramon, és lájkoljátok szintén Facebook oldalunkat. Úgyhogy én további szép napot kívánok, sziasztok!